Szent Ivánéi álom Szegeden. Ezt ő már rendezte egyszer. Mennyiben lesz hasonló a két előadás, hiszen idő már elég sok idő eltelt az előző rendezés óta, ugyanakkor teljesen más színészekkel dolgozik. Így van, hát nyilvánvaló módon, amikor egy darabbal foglalkozom, arról van egy elemzésem, egy megfejtésem, ami lényegileg nem változik, hisz az alapgondolatok úgy gondolom, hogy a darab miatt se változnak. De mivel a színház az egy élő műfaj, és nagyon erősen kiindulok abból, hogy kik játsszák ezeket a szerepeket, ezért ebből a szempontból meg nagyon más lesz ez az előadás. Egy picit még az előadás előtti történésekre térjünk rá, hiszen egy tréning előzte meg az egész évadot, és ez az ön ötlete volt. Miért tartott ezt fontosnak, hogy az egész társulat részt vegyen egy tréningen? Ugye ez egy nagyon, nagyon speciális helyzet, amikor igazgatóváltás van, sok új tag érkezett a társulatba, így újak és régiek nem ismerték egymást jól, és én szükségét éreztem annak, hogy mégis szakmai gyakorlatokon keresztül, de közel kerüljenek a csapattagjai, és úgy gondolom, hogy egy tréning erre kiválóan alkalmas forma. Nem csak szakmailag, hanem egyfajta csapatépítés szempontból is. Természetesen, hát a színház az egy társas játék, tehát nagyon fontos, hogy akik ezt művelik, azok igazi társulat legyenek, hogy nagyon, nagyon bízhassanak egymásba, és hogy szeressenek együtt dolgozni. Szent Ivánéi álom egy klasszikus, rengetegféle formában megjelenítették már. Mégis van egyfajta mondani valója, ami gyakorlatilag korszakokon keresztül áthat. Most, jelen pillanatban ön szerint, az ön értelmezésében mi a mondani valója ennek a darabnak? Hát nyilván sok gondolati részletről szól a darab, de hogyha valamit átfogóan kéne róla mondani, az egy olyan örökzöld téma, ami mindenkorra igaz, ez pedig a szerelem témája. A Szent Ivánéi álom tulajdonképpen egy képletet ad arról, hogy hogyan rontjuk el a szerelmet. Különböző formákban mutat fel nem sikerült szerelmeket, és felmutat egy tökéletes szerelmet is, ami nagyon érdekes módon pont a Mesteremberek játékában jelenik meg. Tehát épp attól a rétegtől kapjuk meg, akiktől a legkevésbé várnánk. Mennyire jelenik meg ez a szerelem az előadásban? És milyen módon? Hát nagyon erősen, mivel ez a szerelem különböző formáinak az elemzése, ezért valamennyi jelenetet átszövi az értelmezés, ahogy a különböző karakterek, vagy a különböző rétegek, mert itt ugye tündérekről, istenekről, emberekről is szó van, hogy ki hogyan viszonyul az ő félre sikerült kapcsolatához. Szoros, szinte most már minden előadásban muszáj valamilyen zenéje, hiszen zene nélkül manapság nincsen színház. Igaz, hogy régen is ez azért jellemző, de talán most egy kicsit jobban. Az előadásnak a zenéje viszont annyiban is különleges, hogy ez is kötődik önhöz. Igen, én nagyon szeretek ilyen összművészeti jellegű produkciókat készíteni, mivel foglalkoztat a zeneszerzés is, meg én képzőművésznek készültem, úgyhogy keresem az olyan anyagokat, amikben ezek a formák meg tudnak jelenni. Engem nagyon izgat a zene, és mivel ez egy speciális közeg, egy tündérvilága, amiben játszódik, ezért nagyon tág teret ad a fantáziának, mind a képi megjelenítésben, mind a zenei megjelenítésben. Akár képi megjelenítés, milyen környezetben játszódik ez arra? Mennyire lesz mesésebb, mennyire lesz komolyabb, vagy mennyire lesz modern a színpadon látott környezet? Én azt gondolom, hogy az a szó, hogy mesés, az nem feltétlenül ellenkezője a komoly hozzáállásnak. Úgy gondolom, hogy mesékhez is nagyon komolyan kell hozzáállni, és ez bizony egy mese, méghozzá egy nagyon komoly, vérre menő mese. Ugye nagyon érdekes, hogy Shakespeare ezt ugyanabban az évben írta, mint a Rómeó és Júliát. És egy jellegzetessége mind a két műnek, hogy penge élen táncol, hogy most a vígjáték vagy a tragédia irányába billen el. A Rómeó és Júlia nyugodtan lehetne vígjáték. Nagyon, nagyon sok esély mutatkozik a történetben, hogy jóra forduljanak a dolgok. És ugyanígy a Szent Ivánéi álom nagyon könnyen fordulhatna tragédiába. Sőt, azt gondolom, hogy bizonyos elrontott kapcsolatok ott is maradnak a tragédiába. Tehát ez egy nagyon komoly vérre menő mese.
Kinek ajánlható ez a darab? Ez azért szerencsés választás most ezzel nyitni az évadot, mert azt gondolom, hogy ez egy igazi családi szórakozás. Tehát úgy gondolom, hogy az előadásban minden korosztály számára van olyan réteg, ami a saját korának szólhat. És akkor ez a darab mondjuk az ön arszpoétikáját is jellemzi? Hú, hát ez nehéz kérdés, mert én nagyon sok darabbal foglalkoztam, és akkor mindig, amelyikkel foglalkozom, mindig azt érzem, hogy ez most az én saját arszpoétikámat jelent. Most ebben az időszakban igen. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.